Hello mindenkinek! Többen is írtátok nekem, amikor kijöttem, hogy készítsek Los Angeles-i szerzeményes videót, hogy milyen termékeket vettem itt, vagy vásároltam itt, vagy vásárolok. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy mostanára már azért összegyűlt egy-két dolog. Egyébként nem mentem valami őrültségbe a vásárlással. Abszolút. Úgyhogy akkor megmutatom nektek a Los Angeles-i szerzeményeket. Akkor először kezdeném a sminkes kozmetikumokkal végül is. Vettem műszempillát. Az egyik az most rajtam van, úgyhogy csak a dobozát tudom megmutatni nektek. 100%-os emberi hajból van. Ezt egyébként a maszkosboltba vettem itt Los Angelesben, vagyis hát Észak-Hollywoodban. Ezt is ugyanúgy ebben a maszkos boltban vettem, ebben viszont több pár van, remélem, hogy jól látszik. Mielőtt kijöttem, vettem ezt a körömlakkot, ez van egyébként most a körmeimen. A Catrice-től vettem, de mint mondtam, ezt Magyarországon vettem a DM-be, tehát ez nem itt. Ez csak most eszembe jutott, hogy ezt még nem mutattam meg nektek, mert mielőtt kijöttem, akkor vettem. Mielőtt kijöttem ide Los Angelesbe, ugye azelőtt volt nem sokkal a szülinapom, és ugye a barátnőmtől kaptam egy Yves Saint Laurent rúzst, szájfény rúzst. Ugye én már mutattam, hogy vettem Londonba a rózsaszínt. Remélem, hogy valamennyit láttok belőle. Mindegy, hogyha nem látszik a kód, akkor szóljatok, és leírom nektek külön a videó alatt. Bordó egyébként, tehát nem rózsaszín, mint a másik. Úgyhogy a barátnőmtől kaptam szülinapomra, mielőtt kijöttem, úgyhogy ezt sem mutattam meg nektek, úgyhogy most megmutatom. Éppen, hogy csak ad egy szint az ajkaidnak, egy ilyen sötétebb bordó szint, és fényes. Úgyhogy így néz ki. Aztán a suliba minap bejött egy cég szétosztani termékeken, ugyanis akarják, hogy teszteljük, mert mi azért már jobban értünk a sminkeléshez, a termékekhez használatban, úgyhogy szeretnék kikérni a véleményünket. Ezért behoztak 2 ecsetfajtát, de majd mindjárt megmutatom közelebbről, ez egyébként ez a márka az. Nem tudom, hogy otthon van-e ez a márkánk egyáltalán. Tehát behoztak egy ilyen nagyobb ecsetet, egy kisebbet, 2 szempilláspirált és 1 szemhétust, de akkor megmutatom először ezt a nagyobbat. Ezt elnevezték végül is alapozó ecsetnek. Szerintem alapozásra egyébként nagyon finom szőre van ennek az ecsetnek, finom, puha szőre. Masszírozásra abszolút jó az arcnak, a testnek is akár. Például egy bronzosítót szerintem hamarabb felvinnék vele a bőrre, mint alapozót. Miért nem jó alapozónak? Egyrészt, mert azért kisebb helyekre be kell jutni, és szerintem sokkal több időt elvisz, meg nehéz is hajlatokba azért egy ilyen egyenes szőrű szivacsot bevinni, vagy ecsetet, mindegy. Tehát én abszolút nem arra használnám, vagy pedig felviszem az alapozót már egy másik ecsettel, és ezzel maximum eldolgozom azt, hogy ne legyen annyira sok termék az arcon. Arra ajánlom, de egyébként másra nem igazán. Ez a másik ecsete ennek a Kaylin márkának. Hasonló, mint ami van a MAC-nek egyébként, és majdnem mondhatom, hogy ugyanolyan jó az anyag, tehát ugyanolyan jó a minősége a szőrzetnek. Ezzel viszont nagyon jól fel lehet korrektort vinni ugye a szem alá, az orra, ugye itt is eldolgozom, itt is, az ajak felett, tehát ezt korrektorra használom. Aztán behoztak egy szemhétust. Azt mondták, hogy tartós. Hát nem tudom, mert én amikor kipróbáltam, akkor
pár óra múlva is el tudod kenni, ha nagyon erősen eldörzsölöd. Tehát én egyáltalán nem használom a szemhétust, amit adtak. Nem vagyok úgy odaérte. Aztán adtak szempillaspirált. Az egyik szempillaspirál vég, az az alsóra van, na ez viszont nagyon tetszik egyébként, mert ha megnézitek, hihetetlenül apró a feje. Tehát szinte nem is látjátok szerintem a kamerán, nagyon-nagyon kicsi. Úgyhogy jó, mert ezzel nem kenitek össze az alsó szempilla alatti bőrt. Meg ugye a tetején, de én nem szeretem ezt a szőrt, mert nekem ez csomóz. Tehát én nem ezt használom. És akkor a másikon, szintén kicsi, de azért nagyobb, mint az előző, de már ezzel is egy kicsit könnyebb dolgozni az alsó szempilláknál. Úgyhogy ezt is hozták. Ennek viszont ugyanaz a feje, mint a másiknak. Majdnem. Talán egy kicsit laposabb. Úgyhogy megmutatom még egyszer a márkát, hogyha otthon meg szeretnétek keresni, de mint mondtam, nem tudom, hogy lehet-e kapni, googlizzatok rá, mert nem tudom, mondom, csak bejöttek az iskolába. Még mindig szépség, de már nem smink, vettem hajkefét. Meg is mutatom, ez a márka az. Nem tudom, mennyire lehet látni, mert visszaverődik a ablak. Úgyhogy ez a márka az. Ilyen a szőre. Úgyhogy nagyon-nagyon jó, mert nem tépi a hajszálakat. Úgyhogy nagyon szeretem, én most ezt használom. A másik ilyen átlagos hajkefétől sokkal több hajszálam perget vagy hullott ki, mint ezzel az ecsettel. Én nem tudtam, hogy múlik ezen egyébként, de nekem kevesebb. Talán az, mert nem tépi annyira, vagy nem tudom. Sokkal finomabban bánik szerintem a hajszálakkal. Ha már haj, akkor megvettem a kedvenc hajtermékemet. Ugye, amikor hajon dolgoztam, akkor tudtam megvenni. Mert itt Amerikában lehet kapni. Bár amikor Afrikába elmentem a barátnőmhöz, ő ugyanezt használta, és mondta, hogy náluk otthon lehet kapni, úgyhogy nem tudom, hogy Európában hol lehet, vagy nálunk miért nem. Azt hiszem, ez egy ausztrál márka, most csak abból indulok ki, hogy ugye a kenguru a márkának az állatkája. Úgyhogy ez a márka, és akkor ez a hajpakolás, 3 percig kell rajta hagyni csak egyébként, tehát nem az, hogy fél óráig benne ülsz és semmi, hanem tényleg 3 perces, és akkor ez pedig a sampon. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretem, nagyon jó ez a sampon, örülnék, ha lenne otthon. Aztán vettem bronzosítót, ugyanis az a kedvenc bronzosítóm egyébként, amikor a hajón dolgoztam, akkor vettem. Ez a márka egyébként kapható otthon, viszont én azt az olajat szeretem, amit sprével kell, vagyis nem sprével, hanem amit öntesz. Tehát az olajat. Itt viszont nem találtam most csak ezt a sprét, de ez is jó. Ez viszont annyiban különbözik attól, amit szerettem volna venni, hogy amit akartam venni, az olyan bronzosító olaj, amit lemész a tengerpartra, magadra kened, és jobban fog vele a nap. Ez viszont, ha nem napozol, hanem csak otthon bekened magad vele, egyenletesen, foltmentesen, akkor önbronzosító. Tehát ad egy saját bronzosítást, úgyhogy, meg hát ez az Australian Gold, ez eszmetlen jó márka, tehát nagyon-nagyon jó, úgyhogy erre mondtam, hogy esetleg ki fogom próbálni az ecsettel, hogy mennyire jól lehet használni, és kókuszos az illata, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem. Akkor végül egy nagyobb terméket szeretnék nektek megmutatni, ugyanis nagyon régóta akartam venni airbrush készletet, mert ha maszkos vagy sminkes, akkor úgymond elengedhetetlen, hogy legyen airbrush készleten.
Úgyhogy megkérdeztem, és azt mondták, hogy az egyik legjobb az az Ivata márka. Úgyhogy annak vettem meg az Eclipse Airbrush pisztolyát. Kibontom nektek, hogyha valaki nézi a videót, aki jobban benne van az Airbrush dologban, akkor megmutatom. Olcsóbban, tehát nem személyesen elmentem megvenni, hanem megrendeltem, mert azt mondták, hogy sokkal olcsóbb az Amazonról megrendelni, és kb. Két nap alatt ki is küldték. Úgyhogy ez a pisztoly. Itt van hozzá a tisztítóolaj, valamint ugye ezt a pisztolyt szét kell szedni használat után, hogy rendesen ki tud tisztítani. Úgyhogy adtak hozzá ilyen kis csavarokat is, hogy le tud vele venni a tetejét, végét, amit kell, az alkatrészeket. Hogyha tényleg van olyan, aki nézi, hogy használ airbrush-t, vagy akar használni, vagy bármi, akkor, vagy hogyha csak érdekel titeket, akkor szívesen egy kicsit jobban belemegyek nektek. Mert én is izgatott vagyok, én is harmadjára fogok a kezembe kb. Airbrush-t. Ugye most a vizsgán dolgoztam airbrush-sal, meg előtte gyakoroltam. Jó erős a teteje, amivel ugye lezárod ezt a részt. Majd nem lesz, hogyha már kijár. Jó, tehát ez itt maga a pisztoly. Ugye a kompresszorhoz hozzá kell csatlakoztatni, amit szintén mindjárt megmutatok. És akkor az fogja majd belejuttatni a pisztolyba a levegőt, ami nyomást ad, ugye. És a levegővel tudod fújni a festéket. A festéket pedig ide öntöd be felülre. Airbrush festéket, vagy alkoholos festéket, és utána ezért van az, hogy van egy teteje, hogyha mondjuk úgy kell fújnod valamit, hogy lentről felfelé, akkor közben ne öntsd ki a festéket, úgyhogy jobb, hogyha van egy teteje. Jó, tehát ez úgy működik, hogy először le kell nyomni, és utána nyomva tartod. És ahogy hátrahúzod, úgy tudod szabályozni az erősségét a fújásnak, tehát a festék adagolásnak, akkor mondom így. Úgyhogy ez két komponensű, vagy bocsánat, nem tudom, hogy hívják, mert valamelyik csak egy, valamelyiknél csak nyomnod kell, és nem kell húzni, hanem csak azzal szabályozod, hogy nyomod. Ez viszont le is kell nyomni, és húzni is kell. A kompresszor szintén Ivata. És akkor itt látszik a képen, de mindjárt megmutatom rendesen, csak a dobozát meg akartam mutatni, hogy az Ivatától a Smart Jet kompresszor. Ezzel tudjátok be az áramba. És akkor van egy másik kábel. Most ezt, amióta vizsgáról hazahoztam, nem nagyon vettem elő, úgyhogy kicsit össze-vissza van. Jó. És akkor így elkezdem felcsavarni a pisztolyra, ugye, hogy csatlakoztassam a pisztolyt, és akkor most már majd fúj levegőt, most nem fog fújni, mert ugye nincs bekapcsolva, de miután csatlakoztattam, akkor már fog fújni, és akkor itt van a tartó, amit mondtam, hogy így bele tudjátok tenni, amikor nem használjátok. Csak nagyon fontos, hogy mindig legyen folyadék benne, hogyha éppen más csináltok sminkelés közben, vagy ilyesmi, mert beleszárad, és azt nem akarja senki. Jó, tehát végül is nem akarok nagyon belemenni, meg mint mondtam, nekem is gyakorolni kell, és ismerkedni ezzel az egész dologgal, de végre vettem magamnak saját airbrush készletet. Én olyan 300-400 dollár között vettem az egész szettet. Jó, mondjuk én vettem hozzá még mást is egyébként, vettem ilyen tisztítót, meg ilyesmi, de egyébként is ilyen 300-valahány dollárból kijön. Legalábbis nekem kijött az Amazonon. És hogyha valaki szeretne, akkor nézzen utána. Remélem, hogy tetszett nektek ez a termékbemutatós videóm. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkoljátok a videómat. Ha bármilyen kérdésetek van a termékekkel kapcsolatban, akkor azt is itt YouTube alatt, vagy a Facebook oldalamon privát üzenetben is megírhatjátok nekem. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb, és sziasztok!